Gondoltátok volna, hogy ez lesz a 75. alkalom, hogy Dragonflight-os WoW streamet csinálok? Elképesztő. Hát szevasztok, nyomjuk a WoW-t újra. Sajnos a legutóbbi alkalommal a Telekom országosan internet problémákkal küzdött, ezért hát nem tudtam befejezni az éppen aktuális, aznapi friss Azeroth titka is pletykát, úgyhogy hát ez mostanra lett így aktuális, most folytatjuk, és hogyha minden jól megy, akkor még egy mountot is meg tudok szerezni, mert hogy ez alatt az event alatt elérhetővé vált egy elég jól kinéző mount. Úgyhogy ezt mindjárt meg is nézem, hogy lehet pontosan megszerezni. Az info már szembe jött velem, hogy van egy ilyen mount. Az, hogy kell megszerezni, azt még annyira nem néztem meg. Nehogy elszúrjak bármit is. Illetve, hogyha minden igaz, akkor most már aktív. Aktív az a... hát itt valahova éppen repültünk. Szóval aktív éppen az event, vagy az a küldetés sorozat, amivel ilyen eredári dranejünk lehet. Ugye a piros bőrű dranej. Úgyhogy lehet, hogy majd azt a questet is megnézzük. Valamint még egy olyan dolog is történt, hogy bejelentették a 10.2-t, illetve azt is, hogy milyen insták lesznek a Mythic Plus-ban, ami engem érdekelt. Ez ami nagyon megfogott. Kaptunk valami timeline-t is, viszont az most így hirtelen nincsen előttem. Megpróbálom gyorsan így kiböngészni itt az interneten. Hát ha gyorsan okosabb tudok lenni. De nem ígérem. Nem tudom már, hogy hol menthettem le. Ha lementettem egyáltalán. Bár lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogyha beírnám a Google-ba. Azt mondja, hogy WoW 10.2 timeline, vagy nem is tudom, hogy ez content roadmap. Na, ez kell nekünk. A roadmap, nem a timeline. Aha, ott van. Na és akkor talán meg is tudom nektek ezt így mutatni. A Bartolomeo a ne légy baromból van? Nem. Nem tudom már, hogy honnan. Na, azt mondja, hogy itt van, srácok. Honnan a fenéből jön ez az értesítés? Hát lehet, hogy még se tudom megmutatni. Bár de. Annyit csinálunk, hogy nyitunk itt egy edge-et. És akkor tuti lesz. Na, itt van. Új zóna. Emerald Dream. Új raid. Amir Drasil, új Legendary Weapon, Class Setek, Public Event, Dream Wardens, Renomé és Rewardok. Új PvP Season, Mythic Plus, Dungeon Pool, hát ugye az várató volt, Blood Elf Customization, Dragon Riding Updates,
Ez lehet az, hogy nem csak a Dragonflight-os mountokat tudjuk majd használni itt a Dragonflight-os zónában. Rogue és Demon Hunter Class Talent Update. Na hát, kíváncsi leszek. Fú, nem tudom. Nem tudom, mikor volt pontosan a bejelentés. Emerald Helper. Ez az Emerald Helper, ez honnan van nekem? Vajon? És vajon hova tartottunk? Nézzük csak. Ja, látom. Aha, ez az. A hetedik klónál tartottunk. Köszi szépen amúgy az best a 33 hónapot. Köszi szépen srácok a pergetést. Azt mondja, hogy 33 az annyi, mint 3 arany, 3 sima. Köszi szépen az best. Szevasz Ribizi, mi van a klasszik WoW-val, játsszák-e még magyarok? Nem tudom. Én akkor játszottam legutóbb, amikor megjelent. Akkor nyomtam druidával. Na. Szóval... Mit olvastunk itt? Szóval ugye temetőhöz kell menni. Tirakai. Southwest Tirakai. Szóval az valahol ott lesz. Na hát akkor már meg is van, hogy hova tartottunk. Köszi szépen, Fish. The local thunder spines have infused lightning energy into some of the minerals in this area. Let's gather a few specimens, shall we? There is so much to document in the Onaran Plains, hero. Another photographer is always welcome. Ez az. És akkor mit ír? 3 van. Contentful az Evoker? Hát kéne izé. Kéne neki legendás. De igazából mivel... Szóval mivel elértem a mindegyik dungeonből a 20-as mythic pluszt, ezért én késznek érzem magam, tehát hogy mindegyik 20-as, még Fortified, meg a Tyrannical 7-en is. Ennél többet, hogyha akarnék, akkor ott már sokkal jobban kell figyelni, sokkal jobb csapat kell. De most meta amúgy az Augment Evoker, szóval lehetne följebb menni, de nekem ez így elég.
gírrel is lehetne amúgy följebb menni még. Mi a heti a fix? Tyrannical van. Ezzel a snare-elős Vine-nal, meg Bursting van. Aha, ott van még egy. Hát kéne menjek másik talentre. Ott lesz szerintem az utcsó. Aha. Azt hittem amúgy, hogy csak három van. Na nézzük csak. Location of the idol to be uncovered. Valamit itt nem veszek észre szerintetek? Vagy nem jó sorrendbe haladtam? Ó! Oh. Aha, Katosznak ezt most vissza kell vinni. Na akkor ez volt az az idol, amit kerestünk. És akkor a négy ilyen cuccot kellett meggyújtani hozzá. Na hát akkor ezzel valószínűleg a hetedik clue is így megvan. Kicsit hiányzik, hogy mythic pluszozzak, de hát majd season 3, majd akkor nyomjuk. Our surveyor spotted something that might be of interest to our research. I trust you brought your climbing gear?
Na nézzük. Ezt itt most látom. Jaj. Jó, megvizsgáljam. És kaptunk egy... Farewell. Transmogot. Vizsgálteseket simán itetnéd heti vaultért, az mythic gear-t ad, aztán hát a három slotból esik valami jó. Hát ilyen nyomozós sapka. Kaptunk egy nyomozós sapkát. Szóval azt akartam megnézni, hogy... valahová elmentettem ezt a mamutot is. Akkor úgy néz ki, hogy Redditen mentettem el. Hogy ehhez kellenek emberek? Értem. Hát akkor ez nehezebb, mint gondoltam. STV-be kell elmenni. STV, aztán Fellwood. Aztán a Dark Portal. Aztán össze lehet rakni az Arcane Forge-nál. Ja. Nem tudom, mit kell csinálni, de szívesen segítek, a kell plusz ember hozzá. Ó, köszi szépen, Kioror. Mindjárt megnézem pontosan, hogy... hogy kell. Elvileg kell három ember, akinek van fákjája. Fákja, mint ez a... ez itt. Ez egy toy. Mindjárt megnézem, hogy szerezhető meg a legjobban. Torch of Iret. Hogyha ez megvan, akkor tudjuk elkezdeni.
De elolvasom még egyszer. Megnézem a videót még egyszer, hogy akkor most ez... Ja. Három ember kell, akinek megvan ez a Torch of Pirates. És akkor tudjuk megszerezni a mountot. Szia, Phoenix. Mert az van, hogy három ilyen tálat, vagy három ilyen tüzet kell meggyújtani STV-ben, és hogyha meggyújtasz három tüzet STV-ben, akkor leszpónol egy NPC. És itt kell meggyújtani. Hát figyelj ki, Aurora, hogyha van kedved most ezt így megszerezni, ezt a torcsot, akkor mehet, még mondjuk kéne egy ember, és akkor meg tudjuk csinálni ezt így hárman. Aspects watch over you. Go in service. Glory to all dragons. Honor all dragons. Mizus, Phoenix, Halihali. Nature seeks balance. Ó, ez most az új quest, a Dream Surge-os. Mármint, hogy nekem új. Már is mondom neked. A Torch of Pirate, az honnan szerezhető meg? Az ötödik kló, és... És lehet, hogy már rögtön amúgy ezt el tudod kezdeni, itt van hozzá a guide, hogyha ez alapján szeretnél haladni. Ez biztos, hogy az? Itt valami mást is mutatnak. Ez nem az. A clue-t akartam linkelni, nem a community rumort. Na ez az. A Tusker követ megtalálhatod a Borán tundrán, ott fejezted be. Ja, aha. Na az volt a második. Nem tudom, hogy tudod-e rögtön az ötödiket csinálni, de akkor még van egy-kettő, amit meg kell csinálni. A mounthoz, amikor több ember kell, az nem para, mert mindig vannak ott mások, akiknek szintén kell, én is csak tegnap csináltam meg. Jó. Hát, most, hogy már így kiúról felajánlotta, én szívesen megcsinálom vele. Addig megnézem, hogy mi a következő clue. Aztán, hogyha megvan kiúról, akkor megszerezzük a mountot. Aki szeretne jönni, nyugodtan szóljon, és akkor csatlakozhat, aztán csapathatjuk. De ez jó info, Phoenix, hogy oda kellenek emberek. Mármint, hogy ott vannak emberek. Na, következő clue. Kaptunk egy ilyen toyt. Idol of Onara. Na. Voltak olyanok is, akiknek már megvolt a mount, csak jó felségből ott maradtak segíteni. Wow, tök jó! Tehát, hogy ezt a fejem fölé dobjam, igen. Looking for objects of interest.
Hoth Aldan Chi. Pleasant spending time with you. Madárszoba rossz detektor az egy tip, lejön, ha a mountra ősz, sokat szívtam emiatt. Na várjál. Ja. Ja, nem, ott van rajtam. Az a gond, hogy ezzel kapcsolatban most én nem lettem okosabbá, mármint hogy ezt most nem neked mondom, Phoenix. Nem lettem okosabb, hogy most kaptam egy tojt és így el tudtam józolni. Lehet, hogy itt van még egy küldim. Aha, igen. Három gem. Valdraken közelében. May you find what you seek. Ha jól értettem, na várjál csak. Jól értettük? All outside. De azt mondja, hogy bent van. Ja, várjál, ott mutat. Ott mutatja. Ez menő, amúgy. Seek. If needed, I will answer the call. Na, haladunk. I will do my duty. Jó. Ami nekünk kell, az az Into the Sands. Fair skies and strong winds. South of Azim in the Shifting Sands. Time lost tableteket kell keresni. Good health to you. Stay vigilant. Hol van ez a Shifting Sands? Most így nincs meg. Szóval, hogy ez itt van.
Jó. Tudtam, hogy valahonnan ismerős a neve. Hát persze, persze, hogy ismerős a neve. The mountains are mighty here. Plant our banners to mark what the Dragon Scale expedition has discovered. Hát igazából csak a roadmapet láttam. A 10.2-ről. Szia az Etsy, remélem jól mondom a neved. Nyugodtan, nyugodtan lehet kérdésed a Donnal kapcsolatban. Statokra Weak Aura van. Az a neve, hogy Stats. Nem tudom, hogy ki tudom-e neked másolni. Ja. Weak Aurán az a neve, hogy Stats. Ha erre gondolsz itt. Szia Toxic Gyó, szia Pokoljáró, szevasztok srácok! Ja, és amúgy mi a feladat? keressük meg mindet. Jó, és akkor vissza lehet vinni. Tehát akkor megvan a három. Én vettem még fel. Nincs mit, nyugodtan kérdez. Aki most jött és esetleg kérdés, hogy most mégis mi a fenét csinálunk. Pergetjük a Secrets of Azeroth-os küldiket. Most tartunk a 8. klónál, és jelenleg 14 vagy 15 elérhető. Champion, may I have a word with you? There is much to be done. Good health to you. Szia, Kázió. Farewell. Go carefully. May you find what you seek. I offer you my aid. Jó, arra vagyok kíváncsi, hogy igen, ez a három tábla megvan, akkor ezt itt ki is dobhatjuk. A következő clue, a 9. az a Watts
What's in a mold? És Bobby-tól kell fölvenni a questet. Stay vigilant. Hey there. Bobby-tól a key story-t. See you later. Koref. Koref meglátogatta a Titriszt, igen. Artifact hunting. Szóval Koref, Weaponsmith Koref. Az Obsidian enklávéhoz ment. Jó. See you around. Have a good one. Hallott-e a Titan Key-ra? Igen. Korokkal ezelőtt már elveszett a Titan Key. Nehéz a sorok között olvasni. Igen, találtak egy könyvet, amiből talán ki lehetne igazodni. Jó. The Blacksmith and the Apprentice. Úristen. Tehát ez egy mese gyakorlatilag. Mélyen, Cloverwood Hollow mélyén dolgozott a kovács és a tanítmánya. Aztán megtámadták őket a tolvajok. És mondta Kovács, hogy rejts el a tanítványa az értékes dolgaikat, amiket így csináltak. Aha. Olyan stone table-t kell keresni, ami reagál a fákjára. Jó. Szóval el kell menjünk el kell menjünk Onarára. Mi ez a Masonry vajon? Kőműves, aha. Szóval azt mondja, hogy csak a Onara szemeivel lehet spotolni. Valami öntő formát kell keresni. Cloverwood Hollow. Our surveyor spotted something that might be of interest to our research. I trust you brought your climbing gear.
Hoppá. Megvan az első. Nyomunk egy ilyen thinking cap-et. És akkor azt mondja, hogy minusz 3, 2. Mi? Minusz 3, minusz 2. Jó, hát igen, azt láttuk. Már persze, hogyha ehhez képest kell megtalálni. Jó, hát visszamegyek oda. Nézzük csak. Gyorsan belevésett számok vannak. Minusz 3, minusz 2. Persze lehet, hogy nem onnan kell indítani a számolást. Vajon honnan kell indítani a számolást? Ott valami volt. Valami virág volt. Ancient Key Mold. Ez az. Aha. Na, ezt kell visszavinni. Hát, végül is minusz 3, minusz 2-nél volt. Attól függ, honnan nézzük. Na nézzük. Azt mondja, hogy ezt visszavisszük, akkor egy újabb clue lesz lezárva, és akkor jön a tízes. Jó. És a tízes Bobby-tól kell felvenni, Reforging a Legend. Jaj, basszus, nem olvastuk el. Megszokásból így... Elszkippeltem. Na, Mizus Kioror. Menjen még egy kló? Vagy meg vagy a... Torcsal. Előkészül arra, hogy újra kovácsolja a titán kulcsot. Majd üzen, hogyha készen áll. Keresed a pirányát? Az közelebb van, mint hinnéd. Akár segítség nyugodtan szólj. Na, megnéztem, hogy mit mondott Koref. Szól majd... Szól. Szól, hogyha majd elkészült. Szóval Bobby... How are you? Reforging a Legend. Safe travels. Ja?
Hát már kész is van. Jó, tehát mehetünk is akkor korábbihez. Have a good one. Champion, may I have a word with you? Rare materiálokra van szükség. Special Goldust és Fluxra. Walking Shore-nál találjuk mindkettőt. Ha megvannak a cuccok, akkor az Earth Arden's Forge-nál fogunk találkozni, ami az Obsidian Citadel-ben van. Ott fogja megcsinálni a Titan Key-t. Jó. Tehát Walking Shore-on van mindkét cucc, és Earth Warden's Forge. Az Idol segít abban, hogy spotoljuk. Walking Shore. És Obsidian Citadel. Find the beast that roams these lands and kill it. Elmegyünk oda. We will make good use of the resources. Azt biztos majd mutat valamit. Itt volt valahol az event, nem? Ahol az event kezdődik, az valahol itt kezdődik az event. Nem ez. Ja, walkingot mondtam, ez walking, igen. Walking sor vagy, nem tudom, hogy kell mondani. Azt hittem walking. Idol. Na nézzük. Hát nem tud semmit. Jó, akkor nézzük a listát. Dusty Red Palette. Hát sétálunk fel. Majd lesz valami. Kíváncsi vagyok, hogy milyen range-ről tud ez majd spotolni. Hát ha más nem, akkor bányászni tudunk. Overflowing Rapids. Nem tudom, az mi lehet. Mit mond erre a Google? Overflowing Rapids.
Ja, ott van. Aha. Found where lava hits salt water. Jó. Akkor ott és ott, gondolom én. Most ez micsoda? De fura. Így pillanatra a másikra így nem megy az egerem. Ez fura volt. Na, szóval Idol. Azt mondja, hogy 8 ilyen flux kell nekünk. Legalább már ugye tudjuk, hogy hol keressük. És akkor 8 flux kell. Na hát, 6 már van. Igazából, hogyha ott a másik végén nem volt, akkor igazából már mehetnék a másik helyre, ahol a másik összetevőt kell megkeresni. Ja, hát itt ennyi. És akkor másik tippem az ott van. Nyomunk egy kettest. Nem tartott sokáig. Én elakadtam a harmadik szikrites questnél, ahol kellett valami kaját, vagy mit szerezni a Spheres Claw után. Ja. Hát ez... igen. Ez nem egyszerű. Az nem egyszerű, Toxic Doom. Most ugye a tizediknél tartunk. Azt mondták amúgy nekem, amikor én ezt csináltam, hogy érdemes AH-ból venni a dolgokat. De én... de én megkerestem az NPC-ket.
Most így... itt nincsen. Akkor menjek vissza. Érdemes hajából venni, de így szereti a fáj. Hát, ha már így ilyen feladat van, akkor mondom, úgy csinálom már, hogy kitalálták a Blizzardnál. Jó, hát akkor visszamegyünk, itt nincs semmi. Mondjuk lehet azért, mert nem sós víz. Lehet, hogy az amúgy az lehet, nem? Hát valószínűleg az ott nem sós víz. Hát ugye a sós vízt azt gondolom azért mondták, mert tengervíz, nem? Ez meg itt lehet, hogy nem tengervíz. Már aztán a fene se tudja. Na nézzük újra. Hát igazából csak visszaspónolnak. Jól van. Szóval 8 kell, ez itt most már megvan. És akkor valami overgrown, akármi kell nekünk. Aztán arra meg azt mondták, hogy ott arra fele lesz valahol. Jó, és mit van nekünk a leírás egyébként? Overflowing rapids. Szóval itt repkedünk, azt elvileg itt lesz valahol. The joy of exploring is documenting our finds. There's plenty to document here in the Waking Shoals. No, that's shaky fun. The fishing nets we've set are attracting local predators. Do what you can to repel them, so that our nets remain undisturbed. Létezik sós vizes folyó is? Akkor igazából én azért kerestem. Szóval Idol. És elvileg itt jók vagyunk. Mit kell ám, hogy keresni? Dusty pellets near sulfur pools. Aha. Hát, ja. Mit tudom én, hogy hol vannak ilyen sulfur poolok? Ti tudjátok, hogy hol vannak itt sulfur poolok? Gőzöm sincs. Na, az ott sulfur pool lehet? Ott valami gőzölög. A sulfur poolok gőzölögnek? Szerintem az jó lehet amúgy. Jó, szerencsére nem ellenséges. A Brackencs. Hát, az meg már igen. Nem pool, pool. Hát, ez nem sulfur pool. Hát nem mutatja továbbra se. Jó helyen vagyunk még. Olyan ott írja, overflowing rapids. Jó. Mutatja. Azt mondja, hogy... Aha. Ez a baziliszkusz kell nekünk, vagy mi? Jó, ott van! Kluot? Na, az elvileg, ahol a tors megszerezhető. Mondjam ki egymás után ötször, hogy sulfur pool. Ez nehéz. Lehetetlen. Ez egy lehetetlen feladat. Nem lehet egyszer egymás után kimondani, hogy sulfur pool.
Aha, persze, még a víz alá is tett be. Mennyit mondanak, mennyi kell? 50? 50. Jó, hát akkor ezt még csinálni kell. Hát átmegyünk amúgy oda. Az is biztos jó hely. Jajjaj. Sulfur pool. Kész. Most akkor nyertem. Na, kész. És akkor 50 kell ebből, 8 abból, és akkor irány az Obsidian Citadel, ahol valami forgehoz kell menni, ami a Earthwardens Forge. Ez is ismerősen hangzik, de most így meg nem mondom amúgy, hogy ez hol van. Ott, annál ott lesz, érzem. Mondjuk az nem éppen a Citadelnek a része. Halló? Zsaradin, continue to threaten our position here. The Black Dragonflight welcomes your help in repelling these attackers. Lehet őket. Though I have been perhaps difficult at times, we've always worked together. I am sure you will continue to support my efforts for the betterment of Azeroth. Asszisztens, kvártémester. Wow. Watch your back. Szóval Reclaim the Forge. Reclaim Forged. Fönt? Menjünk feljebb. Ott van Koref, vagy kicsoda. Hozzá kell jönni? Amúgy. Amúgy gondolom hozzá kell jönni. Ja. Hát akkor jó. Így van. Ezt kell csinálnunk. The forge is hot and ready. Adom hozzá a rózsát. A rozét. Mi? Nem adta hozzá? Hát akkor hogy kell? Hogy kell hozzáadni a rozét? Ja? Látom. Tessék. Adjam hozzá a fluxot. És használnunk kell a Torch of Pirate-et. Kész. És ott a kulcs. Kész. Tears Titan Key. Biztonságosabb nála. Azt mondja nekünk, hogy biztonságosabb, hogyha nálam van a kulcs. De mit ér a kulcs zár nélkül? És hogyha bárki találhat egy titán zárat, akkor azt csak te látsz. Kösz. Na, 1, 2, 3, 4, 5. 5 feladat van még hátra. Tear Titan Key. Hopp! Kaptunk egy transmogot. Találtunk egy offhandet, egy staffot, meg egy mészt is.
Hát mi? Amúgy mi? Ötletes. Ötletes ez a kulcs. Meg kell hagyjam. Na szóval lehet kulcs egyik kezembe, lehet kulcs másik kezembe. Very big key. Ez a staff? Nem ez ami. Na ott van, tessék. A dupla kulcsos. Na, ez tetszik. Az ilyen dolgok miatt szeretem amúgy a mobot. Na. Elindulunk visszafele Valdrakán felé, és akkor vagy Kiororra megcsináljuk a mountot, ha elkészült a fákja megszerzésével, vagy nekirátunk a következő klónak. Ezek már 30-as kulcsok. Ezek már bizony 30-as kulcsok. Akinek van fákjája, de még nincs meg a titkos mount, nyugodtan szóljon, azt nem megcsinálhatjuk együtt. Na várjál. Az ötösnél kapod a izét. A torcsot. Hogyha te már a hatost csinálod, akkor már megvan a torcs, nem? Ez egy toy. Elvileg, hogyha már a hatost csinálod, akkor meg kell, hogy legyen a fákja. Aha, most már tudjuk. Champion, may I have a word with you? Izé, írd be a community-re, és akkor beinvellek. Aztán mehet. Akkor megyek izébe. STV-hez. Hogy a legegyszerűbb egy hordásnak STV-be menni? Van, az mi a fene? Massive Power Source. Van ott egy olyan, szerintem ez a legegyszerűbb, Ratchet Norton Barrens, az meg OG. Ja, hát akkor OG Zeppelin. Jó. Menj Undercity-be, OG-ből van portál, és OC-ből van STV portál. Az Undercity portál, az hol van OG-ban? Mindjárt megcsinálom neked, hogyha szeretnél. A léghajónál? Ó, oh, köszi. Azt mondja, WoW közösség. Tessék ki, Oron. Az írumokat érdemes megszerezni Goldon kívül. Hát, szerintem amióta átdolgozták, hogy a 70-es szint a max, azóta nem sok értelme van az írlumnak. Wow. Ez... Itt, tehát, hogy itt lenne egy Zeppelin. Itt lenne egy Zeppelin, ami elvinne Undercity-hez, oda, Brill, azt hiszem Brill-hez vinne, és kivették a Zeppelint. Hogy kivették? Na és itt hol van az STV portál? Mennyire kint van? Ruins. Ja, akkor az fönt van. Hát lifttel menjünk, vagy kimegyek ott fönt, mert arra már amúgy is akartam. A Lord Aroni csatába szétszedték. Az mikor volt? Lehet, te rossz fészbe vagy, mert engem alapból a ruinsba rakott az Undercity port. Na, invellek.
Invelek Jorral. Sem gyó is itt van. Ja, lehet, hogy nem vagyok rossz, mert én nem vagyok jó fészben. Jó fészben vagyok szerintetek? Rémlik amúgy, hogy valahol itt errefele lennének a portálok. BF elején, ahogy Teldrassi felgyújtása után az Ali megkóstolja Endersét. Ha, ezt már tökre elfelejtettem. Ha, köszi az infót. Szóval valamire az rémlik nekem, hogy itt errefele itt oldalt. Nem jó, valahol az NPC, van valahol egy NPC a város előtt. Nézd csak! Van még valaki esetleg köztetek, aki megszerezni a Mimironos titkos mountot? Ami most az Azeroth titkaival jött be. Elvileg arra a kis szigetre kell repülnünk, kell a torcs, a Torch of Pirate, vagy Pirate. És akkor három tálat kell begyújtanotok. Begyújtanunk. Köszi amúgy az infosztélon, az jó volt. Nekem a izé lett volna a tippem, hogy végigjövünk Zeppelinnel. Aha, ott van. Ott nyomják. Na és akkor őt kell megölni, az Enigma Wardot. Ja, de nem akarok beleütni. Másfél-két évvel már nem nyomod. Nem tudom, nekem ez a kieg most amúgy nagyon adja. Nagyon-nagyon élem. Barigátor. Megöljük ezt az elitet, akkor ad egy cuccot, ami ahhoz kell, hogy lecraftoljuk az új titkos mountot, ami ezzel az eventtel jött be. Egy hozzávalót ad. Ez a Mimiron's Jump Jet az a neve, ha minden igaz.
Buli! Novemberben meg már jelentik be az új kiegát, amiben Chris Madsen is besegít. Megvan az első párt, és akkor kell még kettő. Most Felwood, irány Felwood. Felwoodban meg gondolom meg legegyszerűbb, hogyha Ratchetből átmegyünk. Ha tippelnem kéne. Mondjuk nem tudom, mennyit kell várni egy hajóra. Lényegében nem is kell a torcs, csak idejövök és megvárom, hogy valaki beidézze ezt és lootoljam. Hát úgy lehet, hogy igen. Mount Hygel port OG-ból. OG, SM-vel és Felwood. Mount Hygel port. Ha. Van HS-ed, Kioror, mert akkor HS-el lehetünk. Mount Hygel-es sport, ez tetszik nagyon. Van? Jó, akkor lehetünk. És akkor irány a Mount Hygel-es fort, és akkor onnan meg. Ott van a szomszédban. Nekem ez a Mount Hygel-es fort, ez... ez nagyon kiesett. Champion, may I have a word ott van a quest. Mint hogy ott van a port. Mert most volt ugye a Kalimdori verseny, a Dragon Ridingos verseny, és akkor annál használtam. Csak nem emlékszem, hogy az lent van, ha minden igaz, és nem itt. Ja, az lent van. Ott volt fenn, csak nem figyeltem. Nem itt van, hanem észak... Ja, tényleg! Ott van fönt. Arra fele. Ott a Valley of Wisdomnál. Taureneknek amúgy van külön AH-juk. Várjátok, én azt... Igen... Ez a Portal to Hygel. Ez az, gondolom én, ugye?
Ja. Ez kell, hogy az legyen. Ja nem, pont hogy nem használtam amúgy a portált, hanem ide repültem, és akkor utána mondtátok, hogy amúgy van portál. Na, közben megnézem, hogy hol van a harmadik hely. Na. A kis tóhoz kell menni, az Iron Tree Woodshoz. Ott lesz, ami nekünk kell. Ez itt Winter Spring? Ja. Durva amúgy, hogy milyen izé különbség van. Milyen szint különbség van. Hát én csalni fogok, mert leugrok a Mountról. Na, elvileg. Majd jól beleakadok egy fába, figyeljetek meg. Aha. Ott egy portál. Ja, a Warrior is tud heroic klippel csalni, igen. Na, elvileg ez kell nekünk. Ezt ki is tudod lootolni, ha minden igaz. Fogd meg a sörön. Na, és akkor menni kell... Hát a Stonard az nem tudom, hogy hol van. Ez a portál, ez működik nekünk amúgy? Mert amúgy ez lehet, hogy jó. Csak nem tudom, hogy ez hol van. Swamp of Sorrow. Az amúgy lehet, hogy jó. De ezt amúgy nem fogjuk tudni használni, gondolom. Ja, ezt nem tudjuk használni. Jó. De amúgy az jó lehet, nem? Na, kérdés, hogy akkor mi most a Dark Portál elé hogy megyünk a leggyorsabban, illetve hogy melyik Blasted Land kell nekünk. Jaj, a Dark Portál fölötti megye. Most menjünk megint izé. Undercity és STV. Karazan port, ha van, lehet gyűrű is. Aha, hát nincsen. Akkor én visszamegyek. Hajjára. Bár tudunk csalni Dalarannal. Én tudok csalni Dalarannal, úgyhogy nem tudom, hogy neked erre van-e valami. Kioror. De az eventet csinálom, és az eventen belül is most ezt a titkos mountot. Elhasználtam a Dalaran portot, de megoldom. Hát akkor neked már csak a izé maradt. Visszarepülés. Vagy valamelyik Mythic pluszos portál. Vagyis azt mondtátok, hogy Undercity-be át kell menni. Hogy is mentünk át Undercity-be? Most csináltuk pedig. Ja, igen, megvan. Megvan, fönt. A
Sidemasternél. Jajá. Köszi, köszi. Egyel odébb. Megpróbálok felsúrani egy hordás léghajóra, nem érnek oda csinálni nyugaton. Hygel portból amúgy vissza tudsz menni, hogyha az neked közelebb van. Ahova portáltunk a Hygelbe, onnan vissza tudsz menni Stormwindbe, ha minden igaz. Én most amúgy mit csináltam? Miért csináltam ilyet? Valamiért rákattintottam erre a portára. Ne kérdezzétek, hogy miért. Egyszerű emberek vagyunk, mind portárt látunk, kattintunk. Hát na. Igazából csak... nem akartam, hogy azt érezze ki horror, hogy nagyon lehagyom, és ezért gyorsan még egyszer megjárom Undercityt. Igazából ez volt. Ja, és most direkt másik irányból megyünk. Innen, mit szóltok? Azt sem tudom, hol vagyok. Igen. Igen. Nagyon jó. Tessék. Régebben is be lehetett menni gyalog ebbe a lyukba. Már nem emlékszem. Mármint, hogy így ilyen BC ideje alatt mondjuk. Aha, már kezdettől fogva? Arra emlékszem, hogy ez a... Tehát, hogy itt a Flightmaster hoz be. Persze? Ha. Így szöktél be Alice-ként verekedni. Ha. Mert a liften nagyon vertek? Igen, annó mi mindig úgy mentünk szíven ezt, hogy ott ugrottunk be. Na várjál, és akkor... Arra van a Ford Alliance-os acsi is. Vagy For the Horde. The Horde. Ja, ja, ja. Ja. Hogy van ez most amúgy? Nagyon könnyű leverni a lídereket, így, hogy Dragonflight alatt vagyunk? Vagy ők is szkélelődnek valamennyire? Nem szkélelődnek? Akkor lehet, hogy one-shot-olni is lehet a lídereket? Elég nehéz, főleg... Hogy ugye jönnek hátulról védeni. Ja, azt hittem, hogy arra mondtad, hogy izé.
Nem egyszerű, aha. Azt hittem, hogy most már annyira nem érdekli a Blizzardot ez a dolog, hogy ugye lídereket simán lehet akkor vásatolni. Akár. Hát itt van még a jutalom. Itt van még a jutalom, értem. Hú, ez a Wrecking Ball is menő lenne. 20 kill halál nélkül. Kíváncsi vagyok, hogy ebben a fészben jó-e nekünk. Nem próbáltam BC-t. Hát elvileg az kell ott megfogdosni. Azt ott. Csak ugye ők itt jönnek folyamatosan. És ezért le kell zúzni a cannont. És akkor a cannonok nem löknek el. És akkor most már jó lesz. Na várjál, most mi lőtt meg? Próbáld meg lootolni te, aztán meg majd megpróbálom én. Pár napja egyszerű volt, mikor valami multiboxer beállt ide és ölte őket folyamat. Na, köszi szépen. Most az van, most megint jó lesz neked. Kioror, mert most megint vissza kell menni. Azt hiszem, nekem már nincsen harmadik Hearthstone-om, úgyhogy... Haza kell menni Valdrakenbe. És Valdrakenbe lehet összerakni. Kérek szépen. Hát most... Dragonile, igen. És ott kell összerakni valahol. Ott, elvileg. Szerintem amúgy simán reális egy péntek esti BT. Nem tudom amúgy, hogy most hol tart a klasszik. De hogy... hát, amikor még nem BC volt, akkor nézegettem a klasszik streamereket, hogy így hogy nyomják, és amúgy... Én nem magyar klánosat néztem. És elég jól haladtak a progresszel. Nyilván tudták, hogy mit kell csinálni. Szóval egy jó volt. Ja, a Garrison HS lehetne, csak ezzel a karakterrel nincsen Garrison HS. Ja, ezzel nincsen. A Paladinnal van. Ja tényleg, hát már Lich King van. Tényleg. És már ICC-nél tart a Lich King. Akkor lassan kataklizma. A kataklizma az, ahol átdolgozták a papot.
ITC még PTR-en megy. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy honnan kell visszamenni Under City-be. Nem tudom, hogy itt vannak-e vagy voltak-e portálok, mert ez olyan rég volt, hogy pedig az első karakterem az Undead volt. Szia, Swagány Johnny. Melke után nem lesz kövi kiág. Én el tudtam volna el tudtam volna úgy képzelni, hogy ugye megy végig. Na. És akkor Valdrakken. Egy amúgy. Hoppá. Kioror is közben visszaért. Na, és akkor itt kell legyártani. És akkor ott van Mimiron's Jump Jet. Hát köszi szépen a segítséget, Kioror. Itt van. A szugerátor hogy kidugta? Tök jó. Legalább így nem fáj annyira, hogy még nincs meg a Mimiron's head. Ja. Köszi, skacok. Na este kininjázom én is ezeket az összevalókat torcs nélkül. Hát ez rohadt jó. Azért nem fájnak amúgy, hogy nincsenek meg a régi asztalat. Én köszi, hogy jöttél ki arra. Azért nem fájnak amúgy, hogy nincsenek meg Cosmic Gladiator Soul Eater asztalat. Szóval azért nem fájnak, hogy nincsenek meg a régi mountok, mert egyrészt amúgy is csak ilyen... Hát, hogy is mondjam... Tehát, hogy már nem néznek ki olyan jól, mert nem állnak annyi poligomból, meg amúgy is csak eszmei értékük van. Nem kezdtem még bele az eredáros questline-ba. Hogy legyen piros drenejem. De tegnap, amikor így néztem a guide-ot, akkor így nem tűnt hosszúnak Belcher. Elvileg most a rezettel került be. Azért az Invincible az Invincible. Nekem az kimaradt. Nekem ICC kimaradt. Úgyhogy mivel az LK drop. Nekem az így nem... Nincs olyan jelentése. Hát ez is a falán. Köszi. Hello. Hát én nem. Champion, may I have a word with you? Én erről lemondtam, hogy mountokat farmoljak. Bármint, hogy ilyen régi mountokat.
Ja, hát én megvettem a gildes a Dark Phoenix-et. Hát nem piros a sárga, hát mint hogy nem narancssárga ugye, de Phoenix és hát nem annyival, de kicsit több poligomból áll. De ja, király lenne egy esizofalán. Én voltam egy Dungeon Finder-ös partiba, ahol már meséltem nektek biztos, ahol Strathornba láttam esni a lovat. De nem emlékszem már amúgy. Ja, ezt a Death Charger-t, tehát hogy ezt láttam. Láttam még valószínűleg mop alatt esni, de nagyobbat rolloltak, úgyhogy nem az enyém lett. Best mount ever az a Deathwing a 15. szülinapról? Hát azt nem tudom, hogy megvan-e nekem. Nem is tudom, hogy azt hova kell nézni. Promóciónál van. Na, az nekem nincs meg. Aha, én nagyon élveztem a mopot. Nekem az nincs meg, ahogy látom. Obsidian Worldbreaker. Ja, az nincs meg. Kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhat. 18. Did someone say... Ez vicces volt. Na, csináljuk tovább ezeket a cuccokat. Szia, Deki! A vodos kifarmolható mountot szerettem nagyon, amíg vovoztam. Annak mi volt a neve? Mop alatt még, látjátok, repusztam. Klaxi Exalted. Ez megvan, azt nem is használtam, pedig rohadt menő, ahogy megidézi. Ja, a Timeless Sight, azt én sem nyomtam nagyon. Bár, ha jól emlékszem, onnan van az a lila toy. Ez. Kösz. A Rime of the Time Lost akár, micsoda. Reload. Mindjárt csináljuk tovább a secreteket. Ja, és majd meg akarom nézni az eredáros questline-t. Ja, láttam, a piknik baszkéta nincs kinyitva. Ez azt hiszem Twitch drop. Ez PCG-s cucc, nem tudom amúgy. Volt valami sárkány, ami az Sanskrit tokent kellett a Tyrannus Isle-on összeszedni, aztán ilyen egy-két tokent dobtak a mobok. Ja, az fekete dragon volt. Nem tudom amúgy, hogy... nem tudom, hogy hívják. Van olyanom, csak nem az.
Fekete ilyen Thunder Dragon van. Ja, Serpent, tényleg. Hát... Ez volt. Ez nem az. Jó, akkor hülyeséget mondtam, ezt Huolon dobtam. Aranysa. Akkor lehet, hogy ez volt az, nem? De biztos amúgy, hogy ilyen villámos volt. Mert hogy azok voltak ugye a menőbbek. Amúgy ez is rohadt jó. Nekem csak az alapszerpentek vannak. Viszont... Pandás az egyik kedvenc mountom. Ez. Ez a diszk. És amúgy láttam, hogy van amúgy Mage Class Mount, vagy nem is tudom, Mage távörös, vagy nem tudom milyen mount, ami így tök menő és ehhez hasonlít. Mage Class Mount, akkor az az. May I have a word with you? Szevasztok, skacok. Következő feladat. Katosztól felvehető. És a proper burgán. Szia, Blackwitch. Ha minden klasszal levered a Mage Tower-t, kapsz ilyen repülőkönyvet. Na, például a repülőkönyv is nagyon menő. Sansok Kánnal kell beszélni. Fair skies and strong winds. Ez a secret eventet sok idő megcsinálni, bele se kezdtem. Szerintem nem. Guide-al valószínűleg amúgy sokkal könnyebb, mint így, ahogy én csinálom, hogy próbálom nézni, hogy... tehát, hogy próbálom guide nélkül csinálni, így nyilván több idő. De guide-al szerintem pikpak végig lehet rajta szaladni. Hát én úgy tudom, hogy ezt nem veszik ki. Mármint, hogy... Lehet, hogy majd valamikor visszakerül? Vagy a mountot lehet megszerezni? Nem tudom. Azt írja amúgy, hogy le fog járni az event. Tehát, hogy holnap. Holnap éjfélkor. De hogy... A mount megszerzésnél, a secret mount megszerzésnél azt olvastam, hogy ez... bekerült, és bármikor megszerezhető. Bent marad, csak a mount kerül ki. Hát akkor meg pont fordítva. Akkor pont rosszul emlékeztem. Na. Sansok. Hát én azt mondtam volna, hogy ő itt van. Akkor ott van. Uh-huh.
megnézte a bannert, odaadjuk. Hát a Okirnak. Final Journey of Ishtar Reton. Ahogy egyre idősebbé vált Ishtar, visszanézett, hogy tehát hát megnézte, hogy mi történt eddig az életében, és csak konfliktus látott. Úgyhogy elment a Shikar Highlands-re, hogy beszéljen a nagy szellemmel. Oké. Okay. Szóval Shikar klánosok tudnak erről többet mondani. Pinewood Post. Jarát kell keresnünk. Mi jó. És ez hol van? Pinewood Post. Megvan. A Shikar Highlands-nél. Jó. Lesz, amelyiknél kell lenni, fog szerintem a guide. Valami kulcsot kell megcsinálni, és ha rossz sorrendbe szedett fel a dolgokat, akkor bebágol az egész, és nem tudod folytatni. Na, a kulcs csináláson már túl vagyok. Ott a Woking sornál kellett idejönni, ahol találkozik a láva a sós vízzel, aztán itt kellett valami szulfur lyukakhoz menni. Elvileg ez a Pinewood Post, és akkor itt kell nekünk Tarjara. És ő hol van? Ott van. My hearth awaits you. Követnünk kell Ishtar útját. Sokan panaszkodtak, hogy leadás után az acsi nem számolta és nem tudta felvenni a kövékeztet. Hú, hát akkor én örülök, hogy megúsztam. Észak-keletre kell mennünk. Igen. Kapunk egy képet. Off with you then. Észak-keletre. The Nokud Centaur attacked Clan Shikar's lands while our backs were turned. Help us strike back against them and their vile primalist allies. Servus Martin. Az a helyzet. Ja, megvan. Épp azt akartam mondani, hogy ez a madár egyáltalán nem rémlett. Mi ez a Kairna? Valami kőhalmot kell keresni.
Oh. Hát, hogy mögöttem. Hát pedig az lett volna tippem, hogy ide kell jönni. Ó! Akkor jó. Roaring Dragon Springs. Aha, itt még fishing hole is van. Aha. Ja, és akkor lapozinát. Szóval... elvileg arra kell menni. Keresni kell egy spotot, ahol lenézhetünk. These hot springs are positively bubbling over with elemental energy. Collect a few samples so we can see if it's affecting the local wildlife. Main pool. És akkor itt is lesz valami idol. Szalaszlokon egyre több helyen kapom a WoW contentet, megéri még visszatérni az elotra? Bolondos kérdés, de azért voltak itt problémák az elmúlt években. Hát, figyelj, én nem tudom. Én nagyon kazuális játékos vagyok, szóval, hogy nekem aztán így kb. Mindegy milyen a WoW. Mert az érdekel, hogy milyen egy kiekbe, aztán pedig pergetem a Mythic Plus-t. Most, hogy így megvan minden dungeon 20-ason, így most meg csinálom, amit éppen. Épp így újdonság a játékban. Szóval... hát én így élvezem a WoW-ot. De biztos vannak a cseten, akik elégedetlenkedtek az előző kiegeknél, és meg tudják mondani, hogy most így mit élveznek a Dragonflight-ban. Sulfur, elementál. Sulfur és elementál. Igen. Igen, tehát hogy ez oké. Tehát hogy jó helyen vagyunk. Ja, úgyhogy én például
kb. Csak Mythic Plus-okat nyomok, így hetente 3-4 órát. Szezon elején meg ilyen 8-9-et. És így nekem az úgy elég. Szóval egy barlangot kéne keresni itt valahol. Az a helyzet, hogy egyáltalán nem. Szevasz, Csitali, melyikre elmenni játszok? Ragnarosz, bár az a helyzet, hogy mióta már minden cross-ram, meg minden cross-faction, azóta már mindegy, hogy melyik szerveren játszik valaki. A guild szempontjából nem mindegy. Talán nem ugye ez lehet a Kevin. Hát, én meg már nem is tudom. Én meg már jó régóta főleg egyedül nyomom, néha mellém csapottok, és akkor úgy tudunk együtt játszani, de az a társaság, az a bagázs, akikkel játszottam még régebben, hát ők meg már nagyon régen felszívódtak. Szerintem mop után főleg csak egyedül nyomom. Szóval nincs fix csapat. Hát nem tudom, hogy ez a... Addig valószínűleg amúgy ez lenne a kevernünk, amúgy. Ja, ez az. Oké. Okay. Épp azt akartam nézni, hogy van-e másik cavern ezen a területen. De akkor ez az. Jó, úgyis leírjuk a clue-t. Ez nem az. Wind Song Rise. Main altar, aztán a markert, azt a thinking cap-el kell lokételni. Jó, hát azt megnézzük interneten. Wind Song Rise, az már van. Wind Song Rise. Szóval ez Onara Plain. Jó. Aha, és ott van. Tehát az Oniri Spring fölött van. Jó. Mythic Plus kulcsokat 20-ig simán pugolsz, és HC Raid-re is simán elmész Groupfinder-re. Egyedül a Mythic Raid, amihez jó a primét. PvP content hasonló, ott is mehet a random, ha van ideged. Igazából... Valószínűleg az elején nehéz a HC. De hogy így most én pár hete elmentem HC Raid-re, így bosszok előtt elolvastam a taxokat, aztán így simán lement. Jó, hát nyilván nem jegyeztem meg mindent, de hogy így a képességek nagy része az így megvolt. A ketchup gear megvan. Látom, hogy rajta 441-447-es cuccok vannak, azokat kiszedni, merről álljak neki. Valamint mennyire aktív a gear kulcsozás rét szempontjából. Hát ja, amit Blaze is mondott, ha mitikezni akarsz, akkor amit, hogyha így mitik rédet akarsz nyomni, akkor javallott a klán. Meg hogyha nagyobb kulcsokat akarsz nyomni 20-nál, akkor szintén amúgy meg egyedül is el vagy.
Gondolom ez lesz a main altár. És hogy honnan állj neki gírálődni? Hát én mennék, nem tudom amúgy, hogy most mit ad a dungeon. De hogy én úgy mentem, hogy dungeon. Nem tudom, milyen gírt adhat a random dungeon. You dare to steal from my crucibles? I am coming for you, little worms. You will perish in flames. Nagyon dühös. 389-et ad a heroic dungeon, ezt kinőttem. Hát akkor mitik? Akkor mitik dungeon? Nem tudom amúgy, hogy azt így mennyire nyomják. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy lehet felzárkózni. Én ugye, ahogy átjöttem szezon 1-ről, akkor ugye elkezdtem ilyen 10 körüli mitikeket nyomni season 2-be. És amúgy ilyen 15-eset biztos tudtam volna nyomni. De hogyha 4-11 az átlag itemleveled, hát nem tudom, én mitikeznék, mitik pluszoznék. 4-11 elég a HC raidre, persze, igazából nyilván nem te leszel a top 1, de hogy így bevesznek HC raidre, hogyha nem csinálsz őrül nagy hibát. Elég lenne, de nem visznek. Hát olyan csapatot kell találni, én így... Szóval, hogy én így olyan raidben voltam, ahol így a 4-10-en akárhanyasok voltak. Na, csináljuk csak. Szóval szerintem ez a main altár. Nézzük csak. Kis kulcsokat menj mindig pluszba, és akkor jön a crest, meg a heti lootot is ad. Hát én, ha magamból indulok ki, akkor én mitig pluszoznék. Ja. Minusz 2-5 az valahol itt van, nem? Húha. Hát ez nagyon nem jó. Ott van, amúgy. Asszos. Amúgy majdnem minusz 2-5. A Final Fantasy javaslatok dőltek mindenhonnan. Adtam neki pár órát, de annyira meghatározta nekem a WoW az MMORPG-t, BC-vel kezdtem bele annó. Hát figyelj, ezzel amúgy én is így vagyok. Bármilyen MMO-ba kezdek, a WoW az mindig így az első helyen marad. De én még nem próbáltam a Final Fantasy-t. Jó, leírjuk. Nem olvasom el. Hosszú. Úgyis kétszer kell olvasni. Azt mondja, Eternal Kurgan Southwestre van Tirakai-tól. Ez
Szóval megyünk meg a temetkezési zónához. The largest burial mound. Hát az, az szerintem egyértelmű, akkor oda kell bemenni. Ja, ez az Eternal Kurgan. És délnyugat. Hát gondolom le kell mennünk. Most akciós, még mindig a Dragonflight. Ott van. Bla bla. Primordial Veil. No could hold. Aha, szóval, hogy valamire arra kell elindulni. Valami között van. Tehát a dél-keleti terület és valami erdő között. És valami kévet kell megtalálnunk. Southeast of Nokut Hold. Hát ez nem hiszem, hogy kév. De bejövünk ide. Hát itt, én itt nem látom meg, ez egyértelműen nem kév. Spiders are hungry today. Free our friends before their meals. Nem ezt a gombot kerestem. Hát... ez lenne az, na várjál. Ja... csak azt írja, hogy a Primordial Wave hol van. Find a cave. Istár ezt nevezheti otthonának? Lehet. Igen, és akkor... na jó. Hát menjünk amúgy végig itt. Már nekem úgy emlik, hogy ez egy nagyobb terület. De amúgy lehet, nem? Jó. Szerencsére nem, csak itt van felső rész is. Megvan, úgy néz ki. Ide kell állítani a bannert. A proper burial. Oké, akkor ezzel is meg vagyunk.
Már csak ki kéne innen jutni. Szevaszpor útja, ja, most a izéket csinálom, ezeket a Azeroth titkai küldiket. Well done. When we next feast, those you saved will remember how the spiders lost their supper. Köszönöm egy avokát. Az augment az most meta. Úgyhogy ezt érdemes megtanulni, hogyha valaki szeret így meta karakterekkel, meta specekkel játszani. Kombatba vagyok? Az jó. Szeretem. Mindig szeretek egy kis kombatot. Na. És akkor most megyünk vissza Valdrakenbe. És jött a 12. kló. Hát fejlődni, hogyha most csináltál evokárt, akkor fejlődni a Devastation-on egyszerűbb szerintem. Végigvezet a questline? Szerintem van questline, ami kivezet téged a Dragonflight-os területre. És ott azt érdemes csinálni, hogy mi hamarabb, hát attól függ mennyire érdekel a sztori. De hogyha így nem annyira, csak mi hamarabb 70 akarsz lenni, akkor gyorsan végigcsináld a main questeket a négy régióba. És akkor onnantól meg már így feloldódnak az endgame dolgok. Nem emlékeim szerint. Meg leszel max szintű, megcsináltad az összes main questet. Ja, hát OG-ból biztos lesz valami, ami átküld majd ide. Biztos van main quest. A main questnek ilyen az ikonja. Na, nekünk most Bobby kell. Bobby-tól is a... Kirin Tor Knowledge. Nem. Kirin Tor Contact Note. Nincs ilyen. Lehet, hogy már megkaptam. Nem kaptam meg. Special booklet az? Jó, azaz. Nincs mit furutja, hogyha van kérdés, nyugodtan. Könyvet kell keresnünk. Have a good one. Guardians Library bejáratához kell állni. Hol lehet ilyen Guardians Library? Azt mondja, hogy Medivh nem a tradicionális filling szisztemet használta. Guardians Library. Na nézzük, hogy ez hol van. Mi az item? Mi az Isten ez a sok item? Hát sok szemét van nálam. Nagyon sok szemét van nálam. Meg jó pár item, amit még így nem döntöttem el, hogy mi legyen a sorsa. Guardians Library. Ez Karazamba van. Oké. Okay. Na, srácok. Hogy megyünk el a leggyorsabban Karazamba? Hány gól szokott lenni az előfizetés ára? Nem tudom.
Van ilyen oldal szerintem, ahol így van erről a statisztika. Szóval szerintetek mi a leggyorsabb út elmenni OG-be? Karazamba. STV? Képzeljétek, OG-ban van egy NPC, ami elportol Blasted Lands-ra. A portál barlangból. Nem tudtam, hogy ilyenek vannak. Erre amúgy kíváncsi vagyok. Magyar community, hogy áll? Jelenleg vannak le azok is casual guildek? Erre a legtutibbat a skacok tudják válaszolni, mert én nem vágom, hogy mi a helyzet. Én ilyen, nagyon ilyen szóló játékos vagyok. Úgyhogy nem annyira izgatnak, hogy milyen klánok vannak. Szóval... Elvileg ide kell jöjjünk. És akkor az a neve, hogy Thralmar Mage. Nem itt van. Nem itt van. Hát akkor a portál szobában van. Azt hittem, hogy a portál barlangban van. Ragnaros a magyar szerver, van több magyar guild, ahol megy a DC community. Uh-huh. Na, szerintetek itt lesz? Na, ő lesz az? Speak, friend. Strength. Na, tessék. Ez menő. Ez menő. Mirázs volt még nagyon magyar szerver? Hát, hogyha klasszikozni akarsz, akkor Mirázson voltak magyarok, aha. Most már van a klán kereső is. Igen. Wow. Menő. Beírom, hogy magyar. Magyar Mythic Plus Community. Merre is megyünk? Oda. Ott van Kara. Most members. Na nézzük, magyar. Magyar PvP. Úristen, very big, magyar sex community. Magyar Mythic Progress, antipénisz méregetés. Hoppácska. Na, hát akkor bemegyünk. Nagyon rég voltam itt, amikor behozták a dungeon-t, azt hiszem dungeon-t csináltak Karazamból, ilyen
hát ilyen mega dungeon-nél szerűséget, és hát ez már nem emlékszem, meg nem sokszor voltam. Úgyhogy puskázni kell. Szóval elvileg el kell menni a kurátorig. Hű, te jó ég. Na jó. És hát én nem tudom, hogy merre kell menni. Majd úgy is szóltok, hogyha rossz fele megyek. Pénz, big money. Szóval nekünk a könyvtár kell. Unannounced visitors, preparations must be made. De király, karának a muzsikája. Ez az operás event is amúgy tök jó lett. Melyik kiegészítőbe csinálták meg Karát amúgy? Ha nem is jó felé jöttem. Nem. Rossz volt a kérdésem. Melyik kiegészítőbe dolgozták újra Karát? Ezt akartam kérdezni, csak rosszul tettem fel a kérdést. Legionbe lett, aha. Nem tudom, úgyhogy ezt az eventet például meg kellett csinálni, hogy ezt a boss fightot meg kellett csinálni a kurátorhoz. Ladies and gentlemen, to this evening's presentation. Tonight, we explore a tale of forbidden love. Tiltott szerelem. But beware, for not all love stories end happily, as you may find out. Sometimes, love pricks like a thorn. But don't take it from me. See for yourself what tragedy lies ahead when the paths of star-crossed lovers meet. And now, on with the show! Yeah. Ja, hogy ez az.
what devil art thou that dost torment me? Romulo, I come. Romulo és Julianna. Wilt thou provoke me? Smile, then have at thee, boy. Let come, gentle knight, and give me back my Romulo. Happy dagger. This is thy sheath. There rust, and let me die. Nem tudom, hogy hány event van amúgy itt. Hány előadás van. Szevasz, Crazy Berry. Mit csinálok? Itt van a másik bejárat, Karába. Az oldalsó ajtós. Kérlek szépen ezt a Secret of Azeroth-os mi az feladatot? A 12-et. Aha, a régi kara. Ha minden igaz, akkor ez a régi. Már nem emlékszem. Úgyhogy akár ezt is mondhatjátok, hogy ez az új. Ja igen, és akkor ott jöttünk fel. Nem tudom, hogy a Maident az ami a helyzet. Guest Chamber. Jó, erre kell majd visszajönnünk. Tessék, begyűjtjük. Jó. Szóval itt erre. Nem. De erre. Hát másfele nem lehet menni, nem? Vagy lehet? Pedig ez az oldalsó bejárat, nem? Nem. Az odébb van. Akkor most jó fele. Most megyünk fölfele. Na. Akkor jó. Jó az irány. Igen, itt erre.
Mi? Aha, jók vagyunk. Na, szóval a kurátori kell, és akkor itt lesz valahol a könyvtár. Aha, Guardian's Library. Na. És akkor ez már a könyvtár. Na, most már nézhetjük, hogy akkor most mi van, hogy van. Szóval... Tehát a bejárathoz kell állni, és akkor mínusz 12, mínusz 1 a koordináta. Tehát akkor ez itt az. Jó, akkor keressük, és azt mondja, hogy toybox, think, igen, és mínusz 12, mínusz 1, hát akkor ez itt lesz, nem? Ja, nem is jó az irány. Mínusz 12, akkor az ott lesz valahol. Abba az irányba. Most ez mi? Ezekkel lehet valamit csinálni? Jújjújjúj, nem akartam bele lófálni. Na szóval, mínusz... 12... És akkor valami nót ott van, azaz. Három, hat. De mihez képest, ugye? Mihez képest három, hat? Na jó. Fú, de idegesítő. Ezek a mana feedereket jelen nem lehet kezdeni semmit. Hát amúgy újra nyomom, és akkor hát ha 3-6. Köszi, ez jó tép volt. Mindjárt meghal.
Szóval 3-6. Hát itt valószínűleg nem lesz. Bár ott van. Ja? De ez a 3-6. Na. Tehát 8 minusz 14. Kösz. Köszi, B-Flame. Szóval thinking cap 8 14. Mi? Elfelejtettem. Tehát ez 8 és mínusz 14. És erre megyünk mínuszba, tehát akkor arra kell menni. Na, mínusz 11, 7. Ezért mit lehet kapni? Hát egy title-t meg egy mountot. Egy ilyen alpaka mountot. Szóval mínusz 11, 7. Akkor föl. 7 és arra 11. Hát ez visszahozott ide, nem? Na várjál. Ez a Secrets, ez a Secrets of Azeroth event egyébként, Crazy Berry. Szóval mínusz 11, 7. Megvan. Akkor ez ennyi, nem? Jó. Este lesz egy event, este 7-kor. Úgy van, hogy hajnali 3-kor, reggel 7-kor, délelőtt 11-kor, délután 3-kor és este 7-kor, ha jól látom, de most mindjárt átváltom az időzónákat. Igen, tehát jól mondtam a dátumokat. Akkor lehet infúzolni az Arcane Forge-ot, és ez egy Foss Achievement. És gondolom ez az Arcane Forge, így van. És akkor erre van egy event. Ja, 4 óránként kell így infúzolni ezt a, mi az, Forge-ot, és akkor acsi, ha valakit érdekel.
Ja, azért voltak azok a power source-ok. Ó, már értem. Két órája voltak ilyen power source-ok itt Valdrakenben. És az úgy vehettünk volna részt ezen az eventen. És akkor már értem, hogy miért FOS achievement, mert csak ezzel szerezhető meg a Mimiron Jump Jet. Ja, okés. Okés, világos. Na és akkor van még egy utolsó feladatunk, elvileg. Azon kívül, hogy ezt most itt leadjuk. Ja, mutatom amúgy, hogy mi szerezhető most. Tehát ez ilyen titkos mount, de hogy nem ez a végső jutalom. Ez csak így bónusz. You need something? See you later. Safe travels. See you around. Kirin Tor knowledge. És akkor a Curious Orb, ezt valószínűleg most meg tudjuk csinálni. És akkor holnap, meg holnap után. Bár ezek szerint akkor nem. Akkor holnap két clue lesz, vagy ma már két clue van, vagy hogy van ez? Ez ugyanaz a mount, ami BFA-ban volt a Meha Gond Dungeon-ben. Igen. A BFA. Egyet kiadtam. Ja, még van egy F ide. Nem tudom, hogy mi az, ami. What can I do for you? Have a good one. Elvileg utána is megszerezhető a vége az eventnek. Hát nem tudom. Én most már nem tudom, mi van. El sem olvastam amúgy, hogy mi a quest. Pedig itt pont, hogy kell. Azt mondja, they are always listening. Fangli Hoot. Barbershop. Egy újabb teóriája van. Tőle szereztük a thinking cap-et, ugye? Ja, holnap éjfélkor lesz vége. Holnap 23:59. Titris van minden mögött. Shady arcokkal találkozik Titris. Egy expedícióra készül. Jó párnádát meg kell néznünk a vásárlásai közül. Lejegyezte a koordinátákat. Azt mondja, hogy segít az idol és segít a thinking cap. Most már minden kell. Ja, és hol nyomjam el a thinking cap-et amúgy, tehát hogy...
Szaládákat kell nézni, azt mondja, hogy... Na jó, hát elnyomom az idolt, aztán megnézzük, mi lesz. Aha, ez itt van bent. Bedding and travel trunks. Jó, értem. És ez melyik lát? Champion, may I have a word with you? Hát nem lettem okosabb most ettől. Na jó, nézzük még egyszer. Azt mondja, hogy ilyen always listening. Hát ez jó. Ó, na ott van. Ja. Ja igen, ez a megoldottakat mutatja. Hát nem tudom, amúgy elnyomom itt, aztán hát a jó lesz. Hol is volt? A fodrász. Itt kéne, hogy legyen, nem? Azt hiszem, hogy itt kéne legyen. Pillanat, megnézem, hogy hol van. Fangli Hút, igen, ő az. Ó, nem. Elnéztem, srácok. Ő itt van. Yeah, what do you want? Keep it real. Na nézzük. Tehát... Thinking cap. Tehát 8-4. Minusz 8-4. Hát ott van amúgy, ez az. Empty Rakid Barrel, nem tudok rányomni. Hát akkor nem ez az. Eastern Edge of the City, minusz 14-4. De az, hogy lehet minusz 14-4?
Ruby Feast. Na nézzük. Ruby Feast. Ez a Ruby Feast. Hát felmegyünk. Hát, ha itt a ládák. Hát, ha itt vannak ládák. Á, nincsenek. De ott a sunyi láda. Azt nem vágom, hogy hol kéne elkezdeni a... mizét. Tehát hol nyomjam el a thinking cap-et. Na jó van. Egy, két, három, négy, öt. Nekünk hányat mutat? Egy, két, három, négy, öt. 27, 7. Tehát elvileg ez... ez az AH. Akkor elnyomjuk még egyszer. Akkor egy kicsit távolabb. Mondjuk itt. És akkor megkapjuk jól, szerintetek? Vagy amúgy pont másik irányba kellett volna menni? Huszonhét hét. Na. Ez most már jónak tűnik. Minusz 8-4 az durva lesz. 20, minusz 16, 22. Minusz 16. 22.
akkor lehet, hogy ahhoz képest... Ja, amúgy nem tudom. Gőzöm sincs. Úgy néz ki, hogy nem így kell kiszámolni a dolgokat. Szevasz Istog. Láthatod, hogy változtattak valamit a Unity-n, hogy mennyit vagy hogyan kell fizetniük annak, akik használják? Ja, láttam valamit, valami hülyeséget, valami blödséget. Na. Mert újra, gondolkodós sítka. Szóval az első... Minusz 84. Ez jó. Champion, may I have a word with you? Azt javasolják, itt vezeteljünk. Fú. Ja, amúgy ezt pont olvastam, vagy így letöltésenként kellene fizetni. Meg nem is tudom. Meg az alapján van egy alapköltség, hányszor töltik le a gémet, attól függetlenül, hogy a letöltésből kap-e pénzt a fejlesztő. Akkor, ja, jól. Jól rémlett. Na, hát akkor, hogyha itt rezeteltünk, akkor minusz 84. Minusz 8. Na jó. Azt mondja, hogy elvileg ennek kéne lenni a minusz 84-nek. Tehát ez. Tehát ez az első. És akkor így nyomják. Nyomjak itt a szökőkútnál. Tessék. Na. Aha. Jó, hát végül is lehet azt mondani, hogy ez az. Na jó van, idol. Hát az idol az ugye ezt mutatja továbbra is. Ja, akkor mi a következő? Titan statue, eastern edge of the city.
hát akkor mondjuk itt tessék. Ja, hát ez elég hülyeségnek tűnik is tog. Ez a változtatás. Minusz 14, 4. Kövi. The true highlight of Valdraken is visiting the Ruby Feast and trying their tea. Amúgy ide kirakom. Minusz 12, minusz 17. Hát pedig azt hittem, hogy eltalálom, hogy hova kell jönni. Azt mondja, hogy a Ruby Feast egy nagy pavilon. Keresünk meg a te a szolgáltatást. Igen. Air Pavilon. Large Air Pavilon. Mhm. Uh-huh. Hát ez most... Szia, most kezdtem el ezzel a kiegel játszani. Lenne egy kérdésem. Hogy van egy vigorpontod? Szia, Pali Tomi. Úgy, hogy összeszedtem az összes... ilyen tokent. Nem tudom, hogy hívják ezt a tokent. Glyffeket. Össze kell szedni a dragon glyffeket. Amikor dragon glyff van a közelben, akkor a sárkányod üvölt. És... ha összeszeded az összes Dragon Glyphet, akkor itt ezen a Dragon Riding-os részen ki tudsz mindent rakni. Nincs mit. Nekem kb. Így ez az első dolog volt, mert nagyon jó volt ezeket levadászni. Hogyha így... nincs kedved keresgetni, akkor nyilván van rá addon, és akkor mutatja, hogy hol van, és akkor könnyebben be tudod ezeket húzni. Ja, van rá addon is. Amelyik neked könnyebb YouTube videó vagy addon, én már nem emlékszem, hogy kerestem meg.
Mármint, hogy emlékszem, hogy addonnal, csak nem emlékszem melyikkel. Dragon Glyph addon. Handy Notes. Ja, Handy Notes volt. De amelyik neked könnyebb. Igazából itt már a képek is szerintem sokat segítenek az addon oldalán. Nincs mint. Arra kéne rájönnem, hogy hol van ez a Ruby Feast. Ruby Feast a quest. Ruby Feast a pavilon. Pavilon. Ashunai Poakhead Lobster. Na, ott valami sárkány is ül, valami piros sárkány. Nem is kell az addonot van. Ja, hát amelyik ugye. Neked egyszerűbb YouTube videó kép, addon. Én azt hiszem akkor pont használtam a Handy Notes-ot, szóval hogy így. Fú, basszus. Jó, hát akkor hol van ez a... Nem akarom elszpoilerezni, hogy hol van a megoldás. Pedig amúgy valószínűleg ez az a rész. De hogy itt most így, hol van te a szolgáltatás? Alchemy. Inscription. Welcome to the Dragon Isles. Na jól van, akkor nézzük. Ebből így, ezt így beírom, azt jó lesz. Ja, hát persze nem jó. Értem. Szóval elvileg ide kell bejönni. Oda? Hogy hova? Ide. Nem ide kell. Hát akkor most mit nézek? A srác elkezd sétálni.
És akkor gondolom nem ide megy be, hanem amoda. De ez most így, hogy 34-26 van olyan koordináta? Nincs is olyan koordináta. Garden Supply. Akkor ez az valószínűleg. De mínusz 12, mínusz 7. Mínusz 17. Szóval... Itt van a teázás valahol? At your service. Ja, hogy ez lesz a pavilon? Yeah. Na, ott a tea. Aha, jó, hát most már mondjuk tök mindegy. Most már tök mindegy. Így rákerestem az interneten, azt nem dobta ki nekem. Minusz 12, minusz 17, hát ja, az az. Jó, kövi. Zafír enklávé. Na nézzük, hol van ez a Zafír enklávé. Srácok. Zafír enklávé az látszódik. És akkor... Valami story reading. Zafír enklávénál valami gyertyafényes sztorizgatás. Hát gyertyát ugyan nem látok. Hát ez már nem az Zafír lesz, mi? Hát itt van gyertya, de ez már nem. Ez már nem a Zafír enklávé. Biztos fönt vannak amúgy. Nem, hát nincs semmi. Meg ez biztos lent van. Ez nehéz feladatnak tűnik. Van ötletetek, hogy hol keressem? Hát ez ott meg már a Ruby. Tehát oda nem érdemes átmennünk. Gyertya fényes olvasgatáson kell részt venni.
Igen, igen, letöltöm két gépre. Az kétszer annyi, ugye? Gyertya, fényes, olvasgatás. Ez itt Zafir még? Hát ez se gyertyafényes. Viszont ez itt meg már vége. Nem? Ja, ez meg már az obszidián. Hú, bakker. Megint értem amúgy, hogy így bejövök ide, azt amúgy itt van valahol. Itt. Azt értem. A videóban megint nem azt mondja el, hogy ahonnan találta ki. Tehát, hogy mínusz 16, 22. Jó. Tehát akkor gyertyafény. Elvileg, ha itt ezt elnyomom, és elmegyünk a 16, 22-re, akkor ott lesz a megoldás. Szép napot, őszintén én csak kimásoltam a koordinátákat, és néhol még így is nehezen boldogultam ezekkel a titkokkal. Köszi, Vintoria, Ali. Hát figyelj, én most rajtam ez nagyon kifogott. 16-22. Hol van ilyen gyertyafényes olvasgatás, például azt így nagyon nem vágom. 16-22. Az bent lenne a nagy toronyba. Hol is nyomtuk el? Valahol itt. Tehát előre megyünk egy kicsit. Az ott 22. És akkor most megcsináljuk a 16-ot. Basszus. Na ez itt a 16-22. Gyertya, fényes, olvasgatás. Hát nem láttam, jobban körül kellett volna nézni itt. Jó. Mi az utcsó? Ennyi erővel a rivális cégek csak felrakják a Unity gémeket ezerszerre, aztán csődbe mennek a Unity-s devek. Hát nem tudom ezt így hogyan akarják megoldani. Erre kíváncsi leszek is, Tom. Little Skulls Daycare. Little Skulls Daycare. Na, nem tudom, hogy ez hol van. Ez olyan... Ja. Ajpa, azt akartam mondani, mint hogyha ez a kis különálló szigeten lenne. Egyetemi YouTube csatorna volt, ahol pontról pontra mutatott mindent a srác, az nekem sokat segített. Főleg ott, ahol a kévekben voltak a titkok, és 10 percig bolyongtam, hogy hol a bejárat. Az a... Ami itt volt az Honor of Plains-nél. Itt. Ez a zóna. A síroknál. Amikor gyújtani kellett a füstölőt. Elvileg. Sandbox, tehát homokzsák kell. Hát szent van.
Sandbox van. Ja, hogy sandbox. Hát amúgy ez mondható annak. Na, nézzük csak. 27, mínusz 7. Na hát ez pont rossz irány. Na. És akkor ez itt lesz valahol. 27, mínusz 7. Gondolom én. Aha. Végre. Kettőt megtaláltam magamtól az ötből. Későbbi. Fú, bakker. Ja, tudom mire gondolsz. Tudom mire gondolsz. Amikor van egy kis könyv és mondja, hogy hova kell menni. Az még könnyebben ment szerencsére, de ez... Ez szörnyen ment. Megvan, mert amikor ilyen kis bannert kapsz és el kell vinni a megfelelő helyre. Az istár bannert. Jó, hát akkor megvan minden kivéve az utolsó. You must visit Dragon's Hoard Bar. Dragon's Hoard Bar. Na nézzük. Dragon Horns Bar. Hát amúgy arra tudok tippelni, hogy ahol le kellett nekünk térdelnünk, az ez volt. Ahol meg kellett hajolnunk. Azt megkérdeztetem, hogy a másik fajta titkokat is csinálgattad a petért? Nem. Nem. Én ezen kívül még a izét csináltam. Ezen kívül még a... Mountot csináltam. A Mimironos Mountot. Na. De Petet nem. Az a community rumor amúgy, vagy mit kell csinálni a pethez? Champion, may I have a word with you? OBS. Nem. Az is ez a... az erot titkaihoz tartozik? Oh. Köszi. A Curious Orb. Tényleg kiadtunk amúgy egyet. Ja, és az Titris. Hát akkor Effi nem mondott hülyeséget. Viszont meg már fél hat is elmúlt, úgyhogy lehet, hogy holnap hamarabb kezdek, hogy ugye ezt meg tudjuk csinálni. Nem tudom, mikor jön az új titok, de hogy a The Race, de hogy azt még meg akarom csinálni. Úgy veletek. És akkor megcsináljuk a Curious Orbot is,
Meg megcsináljuk a dörészt is így együtt. Hát vagy holnap hamarabb kezdek, vagy később nyoma a vovot, és akkor ezt így együtt meg tudjuk szerezni. Jó, és akkor még felírom ezt a Tóbiás petet is. Ja, látom. Ja, ennél van a kis aranyos kutyus, a kis aranyos kutyus a Tóbiás, de jó. Tök jó. Na jól van. Köszi szépen, Pintoria, én ezt nem is néztem. Nem is néztem, hogy őszinte legyek, hogy még a petet is így külön ki lehet szedni. Na hát, srácok. Mára ennyi lett volna a vovozási. Voltunk Karában, megcsináltuk a titkokat, ami volt egy hián. Tényleg kiadtam egyet. És megszereztük ezt a mountot is. Közösen a Mimiron Jump Jetset. Ez vicces. Így néz ki. Tök jó. Remélem, hogy élveztétek, srácok. Még a héten akkor lesz egy WoW stream, hogy így befejezzük ezt az eventet együtt.